Üdvözlök mindenkit a ma délutáni streamünkben. Minecraftozni fogunk. És mindeközben beállítottam egy plusz dolgot, és most már a telefonomról vezérelem a Streamlabs-t. És van egy ilyen alkalmazást, hogy Streamlabs Control Panel, vagy valami hasonló a neve, és így tudok lépegetni a színek között, meg gyakorlatilag majdnem mindent tudok ezzel irányítani. És rájöttem, hogy a Minecraftnak van egy ilyen kellemetlen tulajdonsága, hogy ha fogom és kikattintok a játékból, akkor ő ezt így nem tudja szépen feldolgozni. És fogja magát is egy error kódot küld. Így viszont, mivel nem kattintok ki, hanem telefonon keresztül irányítom, így gyakorlatilag nincs ilyen problémánk. Így azonnal be tudok nyomni szünetet, vagy át tudok lépni, hogyha véletlenül valami olyan lenne egy másik játékra, hogyha tényleg megadná magát, például a Minecraft, akkor tudok lépegetni színek között. Úgyhogy most ez is tesztelés alatt van. Hála a jó égnek. Na szóval, ott jártunk, hogy vasfarm, amit a tegnap esti streamben már el is kezdtünk, és szinte már be is van fejezve, már csak annyi kellene, hogy... Ó, nagyon jó. Már csak annyi kell, hogy még egy falusinak kellene ide leszpannolnia, és utána... Vagy már működik? Egy, kettő, három, de csak négyen van. Mondjuk volt itt egy másik kölyök, valahol a környéken, lehet már ő azóta így eltűnt, vagy elkóbinált. Meg azt tervezem, hogy megvárom, hogy ő felnőjön, adok megint kaját nekik, és utána akkor lesz még egy. De akkor felgyorsult egy kicsit a folyamat. Na mindegy, egy éjszaka eltelik, akkor most megvárjuk az éjszakát, hogy ők aludjanak. Meg akkor itt körbenézünk, hogy szeretne máshova spawnolni Iron Golem. Most jelenleg itt a környéken nem látok elkóricálva egyet sem. Na mindegy, annyit megcsinálunk addig, hogy ugye ezt kell majd, de ez csak akkor kéne oda, itt, mert hajlamos, akkor ide is, ide akkor most már emetek, nem fog tudni kispawnolni. Mindegy, addig itt learatjuk a bambuszainkat, tudjunk mivel sütögetni. Ott a kölyök. Ott a kölyök gólya. Most már egy ideig fogja bírni a... Fogják bírni a sütőink. Nagyon jó. Ó, itt akkor készül még egy babi. As I see. Na. Na. Hát maradtak ketten. Na mindegy. Megyünk, és akkor már sütünk ki egy kevés húst, hogy már legalább az is legyen. Meg akkor egy kicsit felszaporítjuk a bárányainkat, meg teheneinket. Akkor, hát meg az üveget is ki lehet. Majd átteszem ezt, hogy
Ez biztos, hogy 60, 62 darab szerintem az üvegeknek nem lesz elég, de egyelőre jó lesz az. Azt mondja, hogy ott már volt búza meg répa, úgyhogy akkor azt intézzük. És minél több birkára van szükségünk ahhoz, hogy magát a szaporító részt tudjuk aktiválni. Szóval látom, akkor ezeket most egyelőre így feldobáljuk. Egyelőre nekünk nem kell, mert krumpli az mindig jöhet, így van. És akkor itt már akkor megkajálunk egy krumplit, akkor kettőt. Nagyon jó, akkor a krumpliföld mint olyan elkészült. Más nem, akkor a disznók még nem lesznek egyelőre felszaporítva. De ennyiből már a birkák és a tehenek jól fognak lakni, az biztos. Jó, ez is elkészült, nem sokára a répa is, mint olyan meg lesz. Nagyon jó. Akkor már szedjük le ezt is, mert miért ne. Legyen meg ez is. És akkor gyertek, barik! Ti megvagytok. És már ezek is megvannak. Nagyon jó! Mindegy, csinálok kenyeret, aztán ebből a maradékból, aztán amint úgy gondolják, hogy szeretnének valami érdekeset csinálni, vagy legalábbis úgy gondolja a két kicsi, hogy ő szeretne megnőni úgy, mint ő ott. Ő. Akkor azt a pici rést is megszüntethetem ott, és akkor a kisfalusiak nem tudnak kiugrálni, vagy kikúszni ezekről a helyekről, és majd lassacskán el lehet indulni bányászni is. Ugye itt van már ez a két falusi, őket csak szaporítani fog majd kelleni. Viszont kérdés az, hogy nem-e jobb, hogyha én ezt továbbfejlesztem, és akkor itt lesz maga a szaporító rész. Egy nagyon jó kérdés. Itt láttam egy ilyen komposztálót, úgyhogy akkor most ezt én innen szíves engedelmetekkel lenyúlom. Ilyen messzire már csak nem jönnek el a falutól. Nem csak odázom azt, hogy elkezdjek fát gyűjteni meg követ. Úgy is el kell mennem, mert muszáj lesz a nyersanyag. De nem sokára megvan az első éjszaka. Termelődött az utavas? Nem. Ez meg ilyen izé lesz.
te meg bunkó leszel, ugye? És akkor... Négy, akkor később teszem le. Itt elkezdesz nekem önkényesen itt a farmjaimba bejárkálni. Innen elkezdem kiirtani a fákat. Éjszakát meg rávárunk, mondjuk annyira nem kéne. Itt legalább jó sok méhecske van, úgyhogy majd egyszer azt is el tudjuk kezdeni csinálni. Mondjuk, hogy a mézfarmra, mézfarm mire jó, azt arra még annyira nem jöttem rá, hogy mondjuk valamilyen szinten lehet pótolni vele a slime-ot. Addig eljutottam. És ennyi volt. Nagyon jó. Ugye elmegyünk a házikunkba. Aztán addig lepakolunk, amíg már tudjuk, hogy ők ott kezdenek lefeküdni. Már ott lefeküdtek. Hát, te meg így jártál. Maradhattál volna bent is, de nem. Te fogtad magad, kisétáltál onnan. Úgyhogy nem látom már az Iron Golemet. Én remélem, hogy a hatalmas baja nincs. Kezdjünk el egy kicsit lepakolászni. Jó. Ó, tettem fát is. Egy pillanat. És lenne egy pillanat, csak most jelen pillanatban annyira nem szeretne nekem működni. Na mindegy, megpróbálok kilépni, és akkor egy másodperc, és akkor visszajövök.
És ugye megmondtam, hogy ez a legnagyobb problémája. Hogyha fogom és kilépek, akkor gyakorlatilag azonnal hibakódot dob. A kikattintok belőle. Csak most nem értettem, hogy például a telefonos kontrollpanelnak miért nem érzékelte az, hogy én átnyomom a szünetet. Hogy mi volt a gondja? Na mindegy, remélem most nem dob ki. Na, hogy most nem is tervezek kikattintani belőle. Amint kicsit is összeszedi magát és betölt, akkor folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Ránézek a... Twitch-emre én is. Na. Jó, akkor elméletileg vissza is állt minden a normál kerékvágásba. És ott tartottam, hogy... Fogalmam sincs, hol tartottam. Azokat már én lepakoltam, tehát idehajított engem vissza, ez volt neki az utolsó mentési állapota, pedig már este volt. Jó, akkor még egyszer megvárjuk az estét. Ugye még a baltám is megvan, nagyon jó. És akkor lehajigálunk minden fölösleges cuccot, aztán akkor elkezdjük kiirtani a fákat a helyükről. Ez kell, ez kell, ez is kell. Ezt is ledobjuk. Ez nem kell. Ez se nem kell. Rakunk még egy kevés bambuszt, hogy ezt a maradékot hagy égessek ki. Így, vannak ilyen zöldségek, meg ilyenek. Fa is jöhet ide, búza is jöhet ide. Ezt is ide tesszük, hogy jó legyen. Rakjuk, mert ezzel még nem tudjuk, hogy mit kezdünk. Ezek is jöhetnek ide. Majd még akkor eltesszük ide a krumplit. És egyelőre ennyi. Ezt ide feldobjuk. Almát magunknál tartjuk. Ezt is eltesszük. Kenyér az maradhat itt, majd ez megy a falusiaknak. Üveg most egy ideig nem fog kelleni, úgyhogy azt is letesszük, meg amit itt kisütöttünk, azt is. Ja, van egy kevés, és akkor, miből van a legtöbb, na, akkor a bárányhúst meg elkezdjük kisütni. Tavasztutat. Egyelőre így okésak leszünk. Egyedül a komposztálót nem hoztam el. Olyan random barlangok vannak mindenhol. Ti már, ha minden igaz, akkor alszatok mind a négyen. És úgy, ahogy az előbb. Az ötödik balfék pedig, hát igen. Telenek, birkák szaporodnak szépen, sokasodnak, nagyon jó. Megnézzük, hogy az a zombi is ide spawnolt-e. Az előbb,
Nem. Ő úgy döntött, hogy most ő ezt így nem. Tényleg, hova lett innen az Iron Golem? Mert itt volt egy. És kötve hinném, hogy csak úgy megölték, mert egy egész jó állapotban volt. Skeletonok, birka. Azt nem tudom, hogy elég csak annyi, hogy lefeküdtek és aludsz. Lefeküdtek és aludnak a falusiak, vagy egy teljes éjszakát nekem így kellene eltöltenem. Szerintem ennyi elég lesz. Legalábbis az erőt nem érzem. Én nekem egy éjszakát teljesen végig kéne itt tolnom. Na, ti hogy álltok? Szóval egy, kettő, még egy pici van. Úgyhogy még annak kell megnőnie, aztán jók leszünk, akkor majd be lehet dobálni nekik a kenyeret. Téged meg valahogy innen így el kéne takarítani, hogyha így nem haragusol meg. Téged most ott lekaplak. Hát, hogyha a másik kutyát is sikerülne. Hát ennyi csonttal nem fogom tudni a másik kutyát megszerezni, de több mint a semmi. Szóval elmegyek akkor még oda a szén szalmabálákért. Mert még itt láttam egy-kettőt ott. Akkor ezekből megcsinálom a falusiaknak a kenyeret. Nagyon jó. Itt csak kell vinnem vissza üveget is, mert úgyis üveget fogok kitörni annak érdekében, hogy be tudjam nekik dobni a kaját. Na, tettem az üveget ide. Ha már itt vagyok, akkor megcsinálom a kenyereket is. Ennyi kenyér fixen nem fog nekik kelleni, elég lesz csak a fele. Kettő falusi így is tiszta ideg lesz, hogy nem jön össze a dolog. Mert nincs elég ágy. Ráadásul nem tudom pontosan, hogy ez az egy darab itt össze-vissza járkáló falusi nem-e. Ha meg még mindig nem nőtté meg mi. Mert hogy te úgy, neked úgy arrébb kéne menni, de mindjárt csinálok egy csónakot, és így arrébb viszlek, hogy ne zavarjon be az, hogy már van egy ágy. Ezért már mégse hagyom így. Ja. De fehér. Jó, ja. Merre vagy? Ottan vagy? Nagyon jó. Üljél ebbe bele. Azért. Szuper! Elviszlek téged egy nagyon-nagyon jó helyre. Tök boldog lehetsz. Meg ilyenek. De meg el nem merjél vinni semmit abból az épületből. Du 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 du.
Na, most már fixen tudjuk, hogy te itt leszel. Így bármikor, hogyha egy darab falusira van szükségünk, azt tudjuk, hogy már van egy fix falusink. Egy szuper biztonságos helyen. Nem, majd a, mint kész lesz a szaporító rész abban a pillanatban, akkor... abban a pillanatban akkor őt is oda fogjuk vinni. Nőj már meg az ég szerelmére, hát. Hogy? Na? Egy. De nehéz megmondani. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó. Megvan mind az öt. Megvan mind az öt falusi. Egy elvileg el kell kezdenie majd spawnolnia az Iron Golemnek. Elvileg. És talán az első éjszaka után. Jó, ha minden igaz, ez kész van. Egy picit rávárunk, már most tél van. Picit rávárunk, hogy látunk-e majd valahol bárhol Iron Golemet. Főleg az lenne a jó, hogyha ebbe a pusztító részbe lenne, bár mondjuk mekkora az eset, mert hogy két virág benne van, pont a vasat nem szedte volna föl. Most erre egy kicsit rávárunk. De nem tudom, learatjuk a cukornádat. Nagyon jó. Valószínűleg az első éjszakát meg kell várni mindenféleképpen. Na mindegy, akkor viszont szedünk egy kevés követ. Volt valahol egy itt van ilyen lenti rész. Kellene kialakítani valami. Ez mondjuk itt jó. Aztán reménykedek benne, hogy lesz annyi vas, hogy már nem kell kőcuccokat csinálni, meg ami most van kő. Kőcuccunk az már így el fog tűnni, mert azt is kidobhatom. Gyönyörű. Random lyuk. Mennyi? 41. Ez egy darab szénblokké, már csak lemegyek, hogy legyen legalább mutatóba. Szénért majd el kell mennem oda a hegynek a túloldalára, csak azért, hogy fáklyákat tudjak csinálni. Ja, és szerintem azt a házat fogom kibővíteni,
valahogy egyelőre nem úgy túl szépen, csak hogy meglegyen nekik a hely. És akkor legalább boldogok lehetnek. Hiába jövök vissza. Hol járunk? Nagyon jó, mindjárt lemegy a nap. Ennyi falusi maradt, 4 darab falusi az egész. Ugye 2-t hoztam el. 2-t bezártam a labból. Lehet, hogyha volt Iron Golem, akkor... 1-2... De már nem járkál sehol. Hát akkor ezek a falusiak így eltűntek, vagy megszöktek, nem tudom, lehet nem bírták a klímát, vagy engem. Tényleg nincsenek sehol. Hát akkor... Falusi szempontból így jártam. Sajna. Elmenekültek. Csinálunk egy 16 darabot ebből. Csak hogy legyen. Szóval viszünk 2 ilyet, ezt is csak fel tudjuk használni valamire. Szenem viszont már sehol se lesz, az szinte biztos. Úgyhogy vágnom kell fát csinálni szenet, hogy legyen fákjám. Hogy a szaporító résznél tudjak kivilágítani. I guess. Szerintem ennyi elég is lesz, most már azért aludtak eleget. És már kezd frusztrálni, hogy az ott mi? És hogy? Tehát te úgy onnan, hogy? Hogy jöttél ki? Tehát, hogyha nem vagyok indiszfér, hogy? Yes! Viszont valami nagyon nem stimmel. Mert a vasat valamiért nem gyűjti össze. És ezt nem akarom elhinni egyszerűen, hogy csak pipacsok termelődnek. Az ott úgy nem jó. Oda akkor kellene még egy. Hát pont annak kellene akkor még. Oh. Ez így nem jó. Még egy darab hopper kelleni fog.
és most azért azokért a vasokért nem volt kedvem leugrani, mert még akkor visszamászni egyebek, akkor majd mindjárt megpróbáljuk megoldani. Hogy hozok magammal még csákányt. Mert ez nagyon nem elég, hogy mindegy, keresünk vasat. És akkor itt megnézzük a hegy túloldalát. De legalább tudjuk, hogy működik, az már egy fél siker, és még a begyűjtési részen kell majd dolgozni. Egy darab hoppert kell szereznünk. Nézzétek, kis kutyát, mik vannak nálam. És egy darab. Na, elfogadsz gazdidnak? Nem, jó. Nem lepődtem meg. Itt a szénért is fel lehetne menni, de most nem. Tehát jövök ide a túloldalra, mert itt eléggé le van bontódva a hegy. Aztán... Jaj. Ja, azért itt nem buli járkálni. Jaj. Nem ez volt a világ legjobb ötlete, ezen a szakaszon leindulni. Eddig jók vagyunk. Nagyon jó. Ígyni. Na nézzük, azt mondja, hogy szén. Vas meg gondolom. Százszor lentebb található, százszor lentebbről bányázható, mert miért is ne. Nézzük, nem van valami. Jobb fajta, nem annyira hű, de mély bánya lejárat, ahol még esetleg ez ne se semmi fog meg jól. Most nyilván csónak nélkül jöttem el, tehát ez mi? Ja, föld. Igen, mert ez nem lenne itten rossz. És ott már látok is vasat. Honnan lenne érdemes egyáltalán? Mondjuk itt nem rossz. Kiépítettek ide egy lépcsőt fainul. Eddig nagyon jó. Nagyon jó. Ott volt a rész mellett, aha. Ne esle. Ne esle. Ne esle. Jó. Akkor van három darab. Hogy már csak jöttem fel itt. Hogy már csak kettő darab kell. Mert
mert elméletileg, tehát nem minden vas fogott elveszni, csak egy elég jelentős része, mert például akkor így, mint kiderült, kettő Iron Golemből kettőnek rossz irányba pattant a vasérce, amit kinyertünk belőle. Úgyhogy nem féleképpen kell nekünk, mert egyelőre ezt így most nem fedezzük fel. Egy darab fákjánk sincs. Ebben a faluban meg azt hiszem nem hagytam semmit, ami vassal kapcsolatos lenne. De mindjárt ki fog derülni. Hát végül is egy Iron Golemet hagytam itt. De mindjárt megnézzük, hogy nem-e hirtelen látunk valamit. Nem. Hát akkor figyelj, srác. Egy olyan hírem. Hát, ezt hagytuk itt. Ne aggódjatok, srácok, fog még leszpannolni, mert ti vagytok elegen, úgyhogy akkor zúzzunk is vissza. Au. Süssük ki ezt a kettő vagy három darab vasércet, aztán akkor be is van fejezve az Iron Farm. Mezőn ugrálva közben figyelünk, hogy hol vannak ezek a random nagy lyukak. És kaja. Például itt. És ugye annak a hegynek a túloldalán lakunk mi. De az is lehetséges, hogy majd ezt az egész hegyet átfúrjuk. Keresztbe. Esetleg erre a mezőre kellene kijutnunk, akkor valamivel jó. Mondtam én, hogy van itt valahol lávató a közelbe. Szóval átfúrjuk ezt a hegyet, hogyha valamiért át kell mennünk arra a részre, akkor ne kelljen ezt az egészet megmászni. Nem beszélve arról, hogy azért ott egy akkor így elég nagy mennyiségű nyersanyagot tudunk majd kitermelni. Főleg követ, mert követve hiszem, hogy más nagyon találnánk benne. Jó, húsi kisütve, azt mondja, hogy nekem ez kell, de még van bambuszunk, úgyhogy no problémo. De nekem miből lett öt vasa? Fogalmam sincs, de akkor lett még plusz három, akkor legalább egy csákányt tudok még csinálni. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez is megvan. És akkor egy gyors alvás, azt kicseréljük, aztán szuper lesz. Már-már hihetetlen jó lesz. Kötve inném, hogy azóta... Hát de termelődött végül is. De így lesz a legmegfelelőbb. De úgy érzem, hogy téged is el kell innen vigyelek.
Ugorjál be? Ha már kinyitottam neked? Hogy? Tehát 3 és 5 volt benne. Hála a jó égnek! És akkor egyelőre úgy néz ki, hogy a 3-ból 3 Iron Golem oda a megsemmisítőbe ment be. Úgyhogy nem kéne gondnak lennie. Ezzel az a terület le van fedve, ami nekünk kell, hogy fixen oda spannoljon be. Úgyhogy szuper! Na! Akkor most megnézzük, hogyha kicsit távolabb megyünk. Oda. És elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy ezt egy kicsit kibővítsük. Így ebbe az irányba. Sokkal többen nem is kell, mert nem kell annyira sok falusi egyéb iránt. Előre így jók vagyunk. Ide is egy crafting table, mert miért ne? Mert az mindig jó, hogyha van fölöslegesen. Csinálunk kőből így baltát, és akkor ezt a fát kinevezzük tetőnek. Mindenfelől cseppkő van. Mindenfelől. Ott is cseppkő van, ahol nem akarjuk, hogy cseppkő legyen. Erre a részre úgysem kell olyan hű, de sok 37-nek elégnek kellene lennie. Van nálam még szén? Van, az 4 darabra elég. Szerencsére nem tettem le a fákját. Úgy ide bepottyanunk, nagyon jó. 1 és 2. Elkezdjük bedarálni a dolgokat. Ide fog egyedül beférni Iron Golem. Ugye én vagyok 2 blokk magas, 2,5, tehát odáig nem tudna az beszpannolni. Ezt egyelőre csak megjegyezzük magunknak. Meg bőr, meg kenyér, meg mit tudom, hogy mik voltak. Na jó. A falat egy kicsit még kitoljuk, hogy egy síkba legyen. Itt ezt is befedjük, így. Itt az ajtót kiszedjük, és befalazzuk, csak azért, hogy ne tudjon kijönni, vagy bejön, kimenni egyik se. Jó, elmetek sehol nem tudnak kimenni. Ezt a részt így kinyitjuk nekik. Így egyiknek sincs semmi feladata.
Így is akkor hozunk ágyakat nekik, tudjanak is aludni. Itt már nincs ágy. Itt még van egy ágy. Kell még egy. Csak azért, hogy fixen biztosítsuk be magunkat, hogy akkor ők már itt okésak. És utána megyek és megnyírom a barikat. Nagyon jó. Egy nézésem, hogy ez a falu miattam pusztult ki. De végül is nincs is kipusztulva, mert... Mert gyakorlatilag nincs, mert élnek még benne. Nem tudok bemenni, csak ott fönt kellene, majd valami... kibe járatot majd ki kell ide találni, hogy hogy jövök be és ki. Ezek a szemetek ráadásul pont úgy állnak, hogy... hogy... Tessék, és milyen aranyos mind a kettőtöknek sárga ágya lett. Örültök? Ugye, hogy örültök? Én is örülök. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 halusit azért itt el tudunk szállásolni. Az pedig annyira nem rossz. Egyelőre úgy nagyjából a falusi szaporú tó rész is megvan, legalábbis már annyira megvan növelve, meg az ágyak be vannak nekik téve. Plusz, ha minden igaz, akkor itt is mind az öt falusinak bent kellene lennie. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon jó. 17 vas, ez is termel. Nagyon jó. De emiatt jobban aggódtam, hogy azok a kis falusiak állandóan kiszöktek. Közvetlen mellette itt volt kettő, mind a kettőből van ágy, nem baj. Sose baj. Szerintem egy okék vagyunk. Állandóan belenézek. Szerintem így okésak is leszünk. Így most már az biztos, hogy vasszúcokból el leszünk látva. Az ott nekünk termelni fog eleget. Bőven eleget, egy ideig, óráig, de most már legalább hoppereket biztosan tudunk majd csinálni, ugye a vas cuccainkat is tudjuk csinálni, azt sem tudom, hogy ez a hülye gatya ez hogy áll, ezt le se lehet venni szerencsére. Úgyhogy falusiakat elkezdjük, még annyit megcsinálok, hogy alszok egyet. Aztán még szaporítok egyet a birkákon, meg a teheneken, megnyírom a birkákat, és utána szerintem a streamet le is lőjük. És az egy falusi ugyan mégis mi az ördögöt csinálod ki? Kettő, három,
Hogy jöttél ki? Te hogy jöttél ki? Itt tudsz kibagolni? Én de szabadon hagyom neked, aztán majd más nem este visszamész, azt át, hogyha befekszel. Na, répa, 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 répa. Mintem disznót még most sem fogok szaporítani, bár ki tudja. De már disznót is tudok szaporítani. Nagyon jó. Elsődlegesen a cél az a birka lesz. Jó. Ugye a krumplival nem foglalkozunk, úgyis majd az is automatizálva lesz. Csak úgy, mint majd az állatok is. Jó, akkor adunk a bociknak. Ők is hagy. Mégis mit szeretné? Jöhetnek a cocák is. Nagyon jó, és akkor nyírjuk meg a barjainkat. Azt a mindenit. És akkor összegyűjtöttünk. 12 az 4, meg még 2-t az úgy akkor 6 ágyra valót. Pedig ajánlom, hogy visszafeküdjél abba az ágyba és befele spannoljál. Mondjuk lehet, hogy az volt a baj, hogy le volt szorítva az eleje. Miért ide jöttem be? Ide kell bejönnöm. Uha, vannak dolgok. Jó. Répa, búza, pipacs, mert miért ne? Tesszük a barna izét, és jöhet ide. Jó, na hát a következő Minecraft streamben ott mindenféleképpen még egy kicsit kilódunk a vasfarma. De szerintem a saját hülyeségem miatt, tehát kibagolt a falusi. Meg lepakolunk egy pár ágyat, és akkor elkezdünk falusiakat szaporítani. És elmegyünk bányászni, mert muszáj lesz. De egy a komára így ennyi volt, így ilyen kis rövidke, egy órás esti stream. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor holnap délelőtt pedig folytatjuk, szerintem olyan 10-10 óra körül. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor további szép estét mindenkinek. Sziasztok!